Parametrikus dinamika. Ez határozza meg az új Hyundai modellek formanyelvét, elsőként az új negyedik generációs Tucsonét. Mindez azt jelenti, hogy tudományosan kiszámolták, milyen formákra, milyen vonalakra vágynak a vevők, és ez alapján rajzolták meg ezt a merész, éles vonalakkal rajzolt, szinte rejtett fényszórós karosszériát. Ugye a hűtőmaszk szerves részei a ledes menetfények, viszont a főfényszórók ide oldalra kerültek, ezek szintén ledesek, igen jó fényerejűek. A forma tele van úgynevezett parametrikus égkövekkel, hátul is találhatunk ilyeneket és elől is, ugyanakkor hátul az irányjelzők egy kissé rejtett helyre alulra kerültek. A karosszéria nem csak formásabb lett, hanem nőtt is a korábbihoz képest, 2 centivel hosszabb, 1,5 centivel szélesebb, 1 centit a tengelytáv is nőtt, és a magasság 0,5 centit gyarapodott. Most kereken 4,5 méter hosszú a Tucson, nem nehéz kitalálni, ez egy kompakt SUV, például a Kia Sportage, a Ford Kuga, a Toyota RAV4 vagy a Volkswagen Tiguan vetélytársa. A konkurenciának van is félnivalója, ugyanis a forma ütős, az autó elég jól összerakott, és talán a legszélesebb hajtáslánc palettával elérhető, van turbós benzines, van turbós benzines light hybrid, full hybrid, plug-in hybrid, és még dízel is, rendelhető az összkerékhajtás, ez egyébként egy sima hibrid, full hibrid, egy 1.6-os 180 lóerős turbós benzinmotorral, 6 fokozatú automata váltóval és egy villanymotorral. Csupán a villanymotor is 60 lóerős, a benzinmotor nyomatéka 265 Nm, a villanymotoré pedig 264 Nm. Csupán villannyal is tud menni, hiszen a hátsó ülések alá került egy 1,5 kWh lítium-ion akkumulátor. Akár autópályán is le tudja kapcsolni a benzinmotorját, de városban is rövidebb távokat a dugóban meg tud tenni tisztán elektromosan. Nagyon csendes üzemű, jól is megy, 8 másodperc alatt 100-ra ér. Elég dinamikusan lehet vele autózni. A fogyasztását azt 6 liter körülinek ígérik, hát nálam inkább 8 liter volt, és a városban akár a 9-10-be is vele tud karcolni, de hát egy 230 lóerős rendszer teljesítményű autó, bő 1,5 tonna, 4,5 méter, nem rossz érték ez sem. Teljesen új, a korábbinál tágasabb és friss formákat felvonultató a beltér. Ez itt a Hyundai első teljesen fizikai gomb nélküli, csupán érintő felületeket tartalmazó középkonzola. Ahhoz képest, hogy nincsenek fizikai gombok, szerintem egészen jól használható, egyértelműen átlátható, és ahogyan a Kia Sorentóban, ebben is benne vannak a természet hangjai, ami mondjuk teljesen fölösleges. Digitális a műszerblokk is, ennek is hangolhatjuk a képét, van ugye Eco és sportbeállítás, de azt is megadhatjuk, hogy legyen-e fordulatszámmérő, vagy ne legyen. Akár 3 zónás klíma is elérhető, és a klíma újdonsága a diffúz befújás, itt a teljes széltében akár jöhet a levegő, és ezáltal egy kellemesebb hőérzetet adhat. Bár a középkonzolon nincsenek gombok, szerencsére az ülésfűtés, a kormánykerékfűtés, a parkolóradar vagy a tolaktókamera szerencsére odapillantás nélkül valódi gombokkal kapcsolható, és gombokkal kapcsolhatjuk a váltót is, csupán egy-egy érintés az, hogy előre vagy hátra menjen az autó. Ez egyébként nem biztos, hogy a legjobb megoldás. Az audio rendszer természetesen a kormánykerékről is irányítható, innen ugye a távolságtartós tempomat és a sávtartó is aktiválható, egészen ügyesen tud önvezetni, és még olyan szenzor is szerepelhet az autóban, ami a szemből érkező forgalom elékanyarodást is meggátolhatja. A holtérfigyelő képe akár itt a műszerblokkban is megjelenhet, ugye ez is eddig a Kia Sorentóban volt látható, de a holtérfigyelő a hátulról érkező autónál az ajtónyitást is meggátolhatja, sok-sok szenzor védhet, és hogyha mégis van valami gond, az első ülések között is szereplő légzsák is óvhatja az utasokat. Ugye többször említettem a Kia Sorentót, ami egy kategóriával nagyobb autó, némi rokonság is van a Hyundai és a Kia között, hiszen egy koncernről beszélünk, a Hyundai-nál a Sorento megfelelője a Santa Fe lenne, a Tucson megfelelője pedig a Sportage, viszont mivel ez egy új modell, nagyon sok hasonló megoldást láthatunk benne, mint a Sorentóban, hasonlóképp temérdek USB csatlakozó van, van vezeték nélküli telefontöltő, úgyhogy nem lehet gond a készülékek táplálásával. A
Kompakt méret jót tesz a vezethetőségnek, abszolút személyautósak a jellemzők, ugyanakkor a helykínálat is teljesen oké, gond nélkül be tudok ülni magam mögé. A korábbinál érezhetően nagyobb a lábtér, opcióként háromzónás klímánk és ülésfűtésünk is lehet, hátul is szabályozható a támladőlés, viszont nézzük meg, mit tud menet közben. Menjünk, úgy legalább fűtésünk is lesz. Szerintem már említettem is, a Tucson vezethetősége abszolút kellemes, jól megy, érezhetően dinamikus, kellemes a kormányzás és kényelmes a futómű is. Igazából egy dolog van, amivel nem vagyok elégedett, az a fogyasztás. Ugye 6 liter körülit ígérne a katalógus, nálam 8 liter, pedig nem gyilkoltam. Viszont igaz, autópályán és városban jártam vele, viszont autópályán még a 130-at is ritkán közelítettem meg. Most egy fekvőrendőrön megyünk át, abszolút kényelmes. A fogyasztáson túl a vételár sem túlzottan kedvező, persze ez abszolút általános a mai új autópiacon. Természetesen a Hyundai és a Tucson sem tud túlzottan olcsó lenni. A hibrid az 10,5 millió forintról startol, ezzel a prémium felszereltséggel viszont már 12 millió forint az alapár, természetesen az extrákkal még bőven nőhet ez felfelé. Viszont a forma az csábító, bele lehet szeretni ebbe az autóba, és vélhetően egy kicsit melegebb időben a fogyasztás is kedvezőbb lesz.